az iskola minden más hasonló általános iskolától? Hát először is szerintem családiasan. Különbözik abban is, hogy a kollégák igazából teljesen a szívükön viselik a legtöbb a gyerekek sorsát. Tényleg mint egy kis otthon úgy vannak mellettük. Hát másrészt meg azt hiszem, hogy akinek lehet, annak tudunk többet nyújtani nagyon sok esetben, mint amit otthon kap. Mert hogy óriási hiányosságok vannak otthon. Másolta ide járok. De szerintem, Norbi, ez az iskola és más iskola között van különbség? Hát én nem tudom, hogy más iskola milyen, nekem az nem tetszik. Délutánonként bent vagy? Persze, igen. Mit csinálsz meg délután? Hát, amikor óra van, tanulók, meg így vannak hosszabb a barátaim, és van egy játék, amit úgy hívnak, hogy Pálonca, és abban szoktam játszani szünetben. Szeretek itt ide járni, mert jó tanárok is aranyosak, én ide szeretek járni. Itt laksz a környéken? Igen, a 10 kerületben, a Hős utcában. Értem, hányan vagytok testvérek? Nekem három édes testvérem van. És egyedül te jártál ebbe az iskolába? Nem. Két télőszösvérem ide járt. Értem, mi fajn végeztek? Nem, az egyik hetedikes. Igen. Másik meg, azt nem tudom, hanyadikos. Tanulás, a tudás az egyetlen, amit mi tudunk eddig adni. Ezt nekik is százszor elmondom. Az az egyetlen olyan dolog, amit soha bármilyen rendszer, társadalom, akármi történik a világban, a fejükben nem tudnak még tudkálni, reméljük, aztán tudják elvenni. És aki tanult és van tudása, az valamilyen szinten mindig fog tudni érvényesülni, és szerintem egyre több az olyan roma, akinek, ha nem is diplomája, de azok közt is egyre több, de akinek van komolyabb végzettsége és komolyabb tudása hozzá. Magyarul bármilyen csúnyán hangzik, de a munkaerőpiacon el tudja magát adni. Ez egy fontos dolog. Norbi, miből vagy a legerősebb? Mi az, amit a legszívesebben tanulsz? Hát, amiből legjobb vagyok, vagy amit leginkább. Az nem ugyanaz? Hát, nem. Akkor mind a kettőt mondd el. Amit legjobban szeretek, az festeni, amiből meg legerősebb vagyok, az a matek. Matek? Mi az, ami majd a nagykorodban szeretnél lenni? Focista. Focista? De jó, mi a kedvenc csapatod? Barcelona. Mondd el nekem a barcelonai csapatnak az összeállítását. Messi csatár, Dávid Villa szélen, Iniesta téren, szélen, Xavi középen, Cesc Fabregas az is középen, Piqué hátvéd, Puyol hátvéd, Valdes kapu, csere, kapus Pinto, Sanchez is csere, Pedro is csere, csak azok nem kapus cserék. Értem. Sokan vannak, csak most így nem jutnak még eszembe. Ápidál is ott játszik, csak már az esélyük nagyon. És ők most hogy állnak? Hogy? Tehát a világban létenek? Hát nem, szerintem a világ legjobb csapatja. Mert mindig nézem a focit, és mindig felmondozok el, és hogy ki a jobb a Barcelona, vagy a Real Madrid. Szerintem a Barcelona jobb, mert vendégbácsa megvert a 3-1-re, de utána most otthon játszott a Barcelona, kikapott tőle, de szerintem akkor is jobb. Mitől gazdag valaki? Milyen van? Szeretete. És az elég? Igen. Anyuka most keres munkát, apukám meg beteg. Mi baj? Hát ő immunbeteg. Húha, és annyit jelent, hogy gyógyíthatatlan. Igen, nem tudsz kimozolni a kárból se. Ó, szegények, te és a gyerekek közül az egyik bátyád az vidéken van, és te akkor kettálhatok még otthon? De nem, mert nem vidéken lakik, és van olyan testem, aki vidéken lakik, de az már 25 éves. Értem, akkor hányan vagytok otthon? Kettő. A két gyerek és a két szülő? Nem, meg apuk már vagytok. És te kivel vagy anyukáddal, vagy apukáddal? Hát mindkettővel, mikor hol alszok. Ki az osztályfőnököd? Julika néni. Julika néni? Julika néni milyen tanár? Nagyon jó, kedvenc tanárom. Mi a kedvenc tanárod? Hogy lehet ezt érdemelni? Mert nagyon aranyos, jól tanít, nagyon szeretem, aranyos. Mit tanít? Matek, környezet, rajz, ének, környezet.
Mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad nála? Hát az verekedni nem szabad, szaladni a terembe, mert akkor megsértünk, akkor ilyen rosszalkodni se szabad, meg ilyeneket szabad, meg hát olyan dolgokat szabad, ami jó. Például? Hát például focizni se szabad, támaszázni hátul, ilyeneket. Meg van bowling, meg azt is szabad. Nagy a szakadék a cigányság és a nem cigányság között. Ez nekem egyébként félelme, hogy hogyan, amiről az előbb is beszéltem, hogy hogyan lehet őket kiengedni a többi ember közé. Mert ők is emberek, de van egy külön álló kis világuk. Én erre nagy hangsúlyt fordítok, nem csak azért, hogy a szabályokat tanulják meg, hanem azt, hogy együtt vagyunk, azt tanulják meg, hogy együtt kezdjük, együtt fejezzük be akár az étkezést, akár a napot, mindig elköszönünk egymástól. Ha reggel jövünk, mindenki állva köszön mindenkinek, és hogy én is ugyanúgy tiszteletben tartom őket, tehát a szabályok őket is kötik, de engem is ezt nagyon jól tudják, és hogy ezt meg kell szerintem tanulni, mert ez bár igaz, hogy igyekszünk otthont adni nekik, de valahol egy kicsit kötöttem be, sokféle problémát össze kell hozni, és sokféle igényt is. Itt van egy szabály, amit megpróbálunk alkalmazni, de nyilván rugalmasabb az ember, és ha látom, hogy fáradtabbak, akkor azért ahhoz tud az ember alkalmazkodni, megpróbál alkalmazkodni, de van egy szabály, amit nekik is tartaniuk kell, és ez pedig az, hogy közösségben vagyunk, és mindenkire kell figyelnünk. Nekem találunk azt a lehetőséget, hogy olyan szakmát adjunk nekik, amivel tudnának érvényesülni, és hozzáteszem, amire köti őket. Tehát nyilván van egy csomó olyan szakma, amiben lehet a mai hazai, vagy akár az európai munkaerőpiacon érvényesülni, de nem biztos, hogy ők abba helyet tudnak állni. Meg kell keresni azt a szakmakört, amelyik nekik is jó, tehát az ő úgymond profiljukba tartozik, mert azért van egy csomó minden, ami ezt nagyon is értenek, és amiben el is tudják magukat élni a munkaerőpiacon adni. Most, akik ma vizsgáztak, a bolti eladók, az egy ilyen szakma. Ott azért, ha körülnézünk, hogy a nagyvilágban azért látjuk itt Pesten is, hogy elég sok boltba dolgoznak van a származásokat, és nincsen belőle semmi gond, hely tudnak állni. Pillanatnyilag a másik szakmánk az asztalos, az épületasztalos. Nagyon jó a kapcsolatom a tanárokkal, aki őket tanítja, de az egész iskola tanárjával szinte napi szinten találkozok. Nekem pozitív lecsapódás jön le. Most én nekem másodszor járja az elsőt, a kisfiam az első, vagyis elsősek voltak, de orvossági nehézségei voltak, és én megbeszéltem a tanárral, hogy én nem szeretnék így tovább engedni őket az ő érdekükbe, ezért én idén is elsőbe irattam az ikerpáromat, Balázs Attila és Eszes Katalina tanítójuk, nagyon szeretem őket. Az osztályban én vagyok a szülői munkaközösségnek a vezetője. Nagyon szeretnek a gyerekek idejárni, rengeteg fejlesztésen vesznek részt. Korú Magyarországon nehéz vagy nehezebb egy civil családnak lenni? Ebben kétféleképp válaszolok, mert én még akármikor beléptem egy irodába, vagy van egy olyan meg kellett lenni és hivatalos ügyet intéznem. Én a általában nem tudják, hogy cigányban vagyok. És a gyermekeimre sem, mert fehérbőrű cigány gyermekek. De igen, azt mondom, hogy nehéz. Nagyon sok hátránya van, mert az embereknek még mai napig is a szemébe van egy ilyen nézet, hogy mert ha cigány, akkor lop, mert ha cigány, akkor nem tanul, mert ha cigány, akkor műveletlen. Pedig hát ez nem igaz, mi köztünk is, igen, vannak rosszabb és tanulatlanak, és vannak műveltek, és ha nem is műveltek, jó emberek. De hogy szerintem minden nemzetben, én azt nevelem a gyerekeim, hogy soha nem szabad egy embert megkülönböztetni. Ha mozgássérült, se fajtája, se betegség által, mert az egy ugyanolyan ember, mint mi vagyunk, és az emberi értékeket kell nézni. Tehát nekem még nem sok aprócitásom volt abból, hogy cigány vagyok. De ha körbenézek a világba, és az ember olvas és lát, akkor azt mondom, hogy igen, nehéz, mert megkülönböztetik őket. Hány gyereked van? 9. Hogyan bírod őket eltartani, nevelni, esetleg öltöztetni? Nekem a 9-től már a házból, 3 éves a legnagyobb.
Hány évesen szültél a legnagyobbat? 14 éves voltam. Közel vagyok most már az 50-hez lassan. Én sziátián dolgoztam és elfekvőben. De pár hónappal ezelőtt letettem egy könyvvel egy üzletkötőit, egy ilyen okály és tanfolyamon a Zepter céghez, de hát sajnos hiába mentem el dolgozni, és dolgoztam 2,5 hónapot, fizetést nem kaptam, ugyanis ezek csak jutalékot adnak eladás után, és ezek egy olyan drága képek, amit a mai világban nagyon nehéz eladni. Miben különbözik ez az iskola, ez az oktatás, mondjuk attól, ami a más állami iskolák? Hát azt mondom, hogy talán mi, akik ide járhatnak, a gyerekeim bizonyos részből szerencsések vagyunk. Nagyon sok támogatást kapnak, amiben csak tudnak, úgy a tanárok, úgy az igazgató megpróbál segíteni. Ugye biztos nekik is vannak korlátaik, és ugye meg van kötve a kezük, de amiben csak tudnak, segítenek. Például nekem nagyon nagy segítség, az egyik kisfiam az elég megmondani hiperaktív, de nagyon nagy a mozgás igénye. És sajnos én nem tudnám az én pénzemből, amit kapok utána a családit, nem tudnám sportolni a gyermekeimet, mert olyan horribilis összeget kérnek, hogy egyet sem bír az ember, nem kettőt sportoltatni. Itt viszont boxra jár a kisfiam, és olyan minimális pénz, ami szinte nem pénz. És úszni járnak, ugye, ami a oktatásban be van vezetve tornaóra helyett, hetente egyszer úszni járnak negyedikes évig, ami azt mondom, hogy ugye eleve sport, a másik az nagyon egészséges, és ha csak megtanul annyira úszni, hogy majd később nem lehet baj, ha egyedül megy el víz közelbe, akkor is nagyon szerencsések vagyunk. Rengeteg fejlesztő pedagógus van az iskolában, amiért szintén nem kérnek pénzt, tehát azt mondom, hogy nagyon sok előnyünk van ilyen szempontból. Itt tesznek a gyerekek? Igen, itt tesznek a gyerekek. Ingyenes az étkezésük. Milyen a konyha? Az én gyerekek megesznek, mindent nem panaszkodnak rá. Mi lenne a sorsuk, hogyha mondjuk különböző okok miatt nem tudnánk fenntartani ezt az iskolát? Nem tudnám tovább tanítani őket. De lehet tanítani sem, mert 26 000 forint családit kapok. És akkor beiskolázni egy gyermeket, és iskolába járatni, tehát nem tudom. Mi az, ami magadra itt? Olyan nincs, hát mi megiszok egy kávét, megeszünk, nem is tudom. Nekem nem is hiányzik. Miből van örömet? Gyerekeimben. Az előítélet szerintem azért van bennünk, mert valamit nem ismerünk, és hogy azt szeretném, ha megtanulnának ők is, mert én is ezt próbáltam, hogy amit nem értek, vagy nem ismerek, arról elkezdek kérdezgetni. És így, hogy járnak ilyen közegekbe, vakok közé, dankórosokkal tudnak találkozni, beszélgetni, mozgássérültekkel, elkezdtük tanulni azt, hogy kérdezzék ki tőlük, hogy miért gondolnak, mi történt velük, mindig ilyenek voltak-e, mit szólnak hozzá. És elkezdtek beszélgetni emberekkel, és nem biztos, hogy ez nekik egy nagy segítség lesz abban, hogy ők feldolgozzák, hogy őket cigányokként másnak tekintik, de hogy azt gondolom, hogy őket viszont nyitottabbá teszik a saját előítéleteikkel szemben, mert azt tapasztaltam én is, hogy így, hogy tudok kérdezni, vagy elkezdek kérdezősködni, oda tudok menni, oda merek menni, így én is nyitottabb lettem. Júli, valami szörnyűt, és remélem soha be nem következőt kérdeznék, hogy ha a politika nyomására szétvernék ezt az iskolát, és a gyerekeket a kerület többi iskolájába szétszórnák a bentől, nem tudom melyikig, akkor mi a sejtésed a jövőjükre? Nem gondolom, hogy üdvözítő iskola vagyunk, azt gondolom, hogy nagy segítséget nyújtunk nekik, és azt gondolom, hogy a Ben is egy jó iskola, meg a környező iskolák is jók, de abban is biztos vagyok, hogy túl sokan vannak, tehát hogy terített rengeteg iskola, onnan ők nem véletlenül szorultak ki, és hogy nekik nagyon nagy szükségük van arra, hogy az ember személyesen velük foglalkozom, hogy legyen egy helyük, hogy biztosan tudják, hogy a 10-15 főben ők benne vannak, és hogy
mindenről tud a tanárnéni, ami, vagy tanárbácsi, ami lehet, hogy másik iskolában nem kapható meg, de nem gondolom, hogy üdvözítő iskola vagyunk. Tehát ha megszülünk, én biztos vagyok benne, hogy a Jóistennek van terve ezzel, csak akkor azért lehet imádkozni, hogy a többi iskola vegye észre, hogy mik azok a problémák és mik azok a segítségek, amik ezeknek a gyerekeknek kellenek, ami nem mindig jött idáig össze, tehát hogy ez egy kicsit ijesztő számomra, hogy biztos, hogy észre fogják-e venni, ismerik-e őket annyira, megfogják-e az ő kezüket úgy, ahogy mi próbáljuk, és hát mindenhol vannak jó pedagógusok, úgyhogy remélhetőleg ebbe következik, de nagyon remélem, hogy nem szülik meg, mert szerintem gyerekeknek ránk, és nekünk meg a gyerekekre is szükségünk, ha mi egymással összeszokott csapat vagyunk, úgyhogy szeretünk így együtt menni. Elég félő, hogy gyakorlatilag ez az, hogy jelenteni, hogy előbb-utóbb ezek a gyerekek, hanem is mindegy része utcán fog kikötni. Annak ellenére, hogy nagyon megszigorították a magántanuló rendszert, tehát nem lehet, hogy az iskola azt mondja a szülőnek, hogy ne írt alá és a szülő kérésére magántanuló, mert el kell küldeni a nevelési tanácsadót a pszichológushoz, tehát többkörös a dolog. Ennek ellenére szerintem előbb-utóbb idáig hajul a dolog. És hát aki meg igazából nem is ez a legnagyobb probléma, mert ebből a kerületből sőt, elég sok roma gyerek van a többi iskolában is. A nagyobb probléma azokkal a gyerekekkel van, akik hivatalosan nem a kerületi lakosok, és most csúnyán hozzá, de senkinek nem kellenek, mert eddig se kellettek. Ahogy ma reggel is jött gyerek, és vettünk föl, és mindig jön valaki, azokkal mi lesz? Vidékre, ugye, hogyha állami kézbe kerül az oktatás, már pedig januártól oda kerül, akkor az állam azt mondja, hogy a közös kalapból mindenki megkapja a felhívótát, de oda kell járni az adott gyereknek. Na most, ha a gyerek piripócsra van bejelentkezve, mert szülők ott laktak, és ők eljönnek. Ugye tudjuk, hogy náluk ez a vándorlás, ez teljesen elfogadott dolog. Följönnek Pestre, vagy akármelyik nagy városba, speciál mondjuk, ha ide terülnek, jön hozzánk a gyerek. Na most, ha mi nem fogadjuk, más se, és más iskola az papásból azt mondja, hogy lakcímkártya, nincsen, köszönjük szépen. Tehát az ilyen gyerekek mind nálunk kötnek ki, itt a környékről legalábbis, és elég távol ez a környék szó. És ezeket a gyerekeket egyetlen egy iskola se fogja fölvenni, és kötelezni se lehet rá az iskolákat. Még akkor sem mondom, hogyha az állam tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy most ennek az iskolának, vagy annak adja, mert ugyanúgy adja. Tehát még nem mondhatjuk azt, hogy ez az önkormányzat azt mondja, hogy azért nem veszi föl, mert a másik önkormányzat kapja utána a pénzt, mert még ez se lesz. Ennek ellenére ezek a gyerekek elvesznek. Az az önkormányzat, vagy az az iskola nem találja, ahol laknak, az itteniaknek meg nem kell. És elég sok olyan gyerek van sajnos, nálunk is, akinek van ugye a lakcímkártyája, de mivel mi nem csak körzeti feladatot látunk el, mi megtehetjük, hogy fölveszünk. De a többi iskola, amely körzeti feladatot lát elő, nem teheti meg. És nem azért, mert hogy olyan gonosz az igazgató, hanem mert törvény szerint nem lehet. Azt gondolom, hogy hit nélkül tényleg nem lehet megcsinálni ezt, és nem csak az Istenbe való hitre gondolok, mert az is nagyon fontos, hanem magában az emberben való hit. Úgyhogy így mindig nevettünk, mert szoktunk olyan órát tartani, amikor elképzeljük, hogy kiből mi lesz, ha nagy lesz. És akkor a orvostól kezdve az ügyvéden keresztül már miniszterig is jutottunk el, és mindig megbeszéljük, hogy hol fogunk találkozni, mert hogy hiszek benne, hogy ezekből a gyerekekből akárki válhat, hogy minden képességük megvan ahhoz, hogy amik szeretnének, azok legyenek, csak nekünk kell minden megtenni, hogy ezt tényleg el is érjék. Mit kívánják neked? Sok évet itt az iskolában.